45 szavazattal nyert Deák Viktória, úgyhogy őnek még gratulálunk. Még Landos Benjamin 1284 szavazatot kapott, ami igen magas az is, de ugye a többség akarat a Viktóriára esett. A képviselőválasztás eredményeit olvasom föl, tehát mindenkinek a beadott szavazatát el fogom mondani, és elmérteszem, hogy ez elégséges volt, vagy nem volt elégséges. A Móra Ferenc gimnáziumban 50 szavazattal nyert Horváth Péter. Egyedül a gimnáziumban hiányoltam, ott személyesen kint voltam, hogy igen, kér volt a szavazóknak a létszáma, de mondjuk ott talán indokolt volt ez a dolog, hogy ilyen mindenki tudta, hogy hát a Péter lesz ott a képviselő, de egy szállat magában indult jelöltként. Akkor a Kossuth iskolában Illés László nyert 328 szavazattal, vagy akkor mondom így sorba, akkor Kanalas Kitti mezdjében 162 szavazattal nyert, Wiedermann Kinga közgébe 126 szavazattal nyert, Makra Gergely 124 szavazattal közgébe nyert, Gáspárdi György Konstantinumban 143 szavazattal nyert, Nagy Balázs Konstantinum 91 szavazattal nyert, akik a Konstantinumban, hát itt nagyon szép számban voltak jelöltek, akiknek nem sikerült a diák önkormányzata beütni, a Podor Leon, Márki Dominik és Boldog Rékának, ő nekik 86, 79 és 76 szavazatuk lett. A Darvasban mindkét jelölt, Nemcsók Evelin és Nagy Viktória nyert, 160, illetve 168 szavazattal. A Dózsában Tóth Réka 346 szavazattal nyert, a József Attilával Kovács Tímea 337 szavazattal nyert, Nagy Eszter 347 szavazattal nyert, Fábián Fanni Tétiki 187 szavazattal nyert, Csicsai Anna Mária Tétiki 187 szavazattal, ilyen még nem is volt, tehát hogy pont egyforma leadott szavazatok volt, nyert. Aki nem nyert, a Tékiki bevő Török Károly és Mikók Szabina. Őnek nem sokkal maradt le a szavazati számuk, 170, illetve 116 szavazattal. Nagy Liliana Konstantinum 147 szavazattal nyert, Dora Noémi Konstantinum intézmény 89 szavazattal nyert, és Konopár Angéla 49 szavazattal nyert. Tehát ezek az eredmények. Remélem mindenki örül, vagy kevésbé örül annak, ami a valóságot tükrözi, de a polgármester úrhoz hasonlóan én is kívánok a képviselőknek, illetve a polgármester asszonynak, így lehet mondani, kisasszonynak, nagyon jó munkát az elkövetkezendőkben, és hogyha valami probléma, vagy kérés, vagy egyáltalán bármi felmerülne, én felajánlom a segítségemet, hogyha ezt elfogadjátok, hogyha bármilyen kérdésben tudok nektek segítséget nyújtani, vagy feladatnak a megoldásában.